Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad, mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette meg, iratkozz fel, nagyon fontos, valamint ha módodban áll, támogass minket Patreonon. Karácsony alkalmából egy különleges beszélgetést szerveztem, az eheti vendégek Borgula András, a Gólem Színház művészeti vezetője, Bakács Tibor, és Sulok Zoltán, a Magyarország Muszlimok Egyházának vezetője. Szervusztok, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Azért választottam ezt a sorrendet, hogy a legrégibb vallást tettem legelőre, ugye ezért lett András ugye a judaizmus képviseletében. Bakács Tibi ugye a kereszténység egyen későbbi, mint a katolikus, és Zoli pedig ugye a legfiatalabb vallás az iszlám képviseletében. Azzal vezetném fel, hogy a judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot ábrahámi vallásokként is szokták említeni. Ezek a vallások Ábrahámot ősatyaként tisztelik. Ábrahám egyébként Noé 10. és Ádám 20. leszármazottja volt. Első feleségétől, Sárától született Izsák nevű fia, Izrael apja, második feleségétől, Hágártól született Izmael, Mohamed elődje. Ebben az értelemben tehát a judaizmus, ebből kifolyólag a keresztények is, és az iszlám követői is testvérek. Helyes ez a kijelentés, vagy ez egy ilyen nagyon megerőszakolt beállítás? Egyáltalán jól mondtam ezt a Izsák és Izmael eredetet. Ki kezdi? Zoli, van kedve? Hát, jó, szívesen elkezdem. Hát alapvetően jól mondtad, csak egy-két dolog összekeveredett benne. Az, hogy tehát az Izsák és az Izmael, ugye Ágnak az elválása, ugye Izsáktól ugye származnak a zsidók, és az Izmael Ágból az arabság. Tehát, hogy nem az iszlám, vagy a Mohamed proféta, mint arab, és akkor ilyen szempontból ugye a zsidók, ugye a Beni Iszrail, mert szóval itt már félrevezetőek a fogalmak, mert ugye mindegyik vallásba be lehet térni, és akkor ugye az etnikai származás, meg a vallási meggyőződés azért átfed, de azért nem teljesen fedi le egymást. Tehát, hogyha mondjuk a Beni Iszrailról beszélünk, ugye Izrael népéről, meg mondjuk az arabságról, azok unokatestvérek, hiszen ugyanattól ugye az ősatyának a két fiától származnak le. De ugye az iszlám, mivel oda nagyon sok ember felveszi az iszlámot, és ma a muszlimok többsége ugye nem is az arab etnikumból kerül ki, tehát bőven több mint 80% ugye semmi köze az arabsághoz, tehát ilyen szempontból, tehát ez az unokatestvériség, ez így nincsen meg, de persze úgy hittileg, Ábrahámot ugye mindenki ősatyának tartja, illetve itt az iszlámban nagyon hangsúlyozottan, és a Koránban is sokszor előjön, hogy ó Ádám fiai. Tehát mint Ádám fiai az egész emberiség, ugye az egész emberiség egy nagy egyetemes testvériség az iszlám nézőpontja szerint, tehát függetlenül attól, hogy most valaki monoteista vagy nem. Tehát a hitünk szerint az is Ádám fia, tehát ugyanattól az emberpártól, ősatyától, ősanyától származunk, tehát hogy az egész emberiség egy nagy testvériség. És azon persze a könyv népe az kicsit szorosabb testvériség, mert ugye egyrészt hitileg sokkal több közös van bennünk, mert ugye az egyisten hitnek azért tisztában vagyunk vele, hogy az micsoda, tisztában vagyunk a kinyilatkoztatásokkal, hogy azok micsodák, mert tisztában vagyunk a törvényekkel, ugye isteni törvényekkel, azoknak a követésével, tehát ennyi kiegészítést tennék hozzá. Én is hozzá tudok tenni ehhez, csak ha már így bele lehet javítani, mert tök nagyon érdekes és izgalmas, hogy Ábrahám sem volt zsidó. Tehát, hogy ez a fogalom nem nagyon létezett, ugye, sémita volt, és 99 éves korában kötötték meg azt a szerződést az Istennel, hogy akkor a te gyermekeid és a te törzsed, ha megtartja az én általam kért ígéreteket, fogadalmakat, akkor azok lesznek majd a zsidók. Tehát igazából lehetne ezzel viccelődni, hogy nem is tudom, még ő sem volt zsidó, ráadásul
A második felesége, ezt még kevésbé tudom, de ha jól sejtem, akitől ugye akik az arabok ősanyja, ő szolgáló lány volt a házban, és ha jól tudom, őt száműzték is, miután teherbe esett a sivatagba, tehát hogy ez egy nem egy sikeres kezdet volt, vagy nem egy jó felütéssel indult ez az egész történet, de majd Zoltán kijavíthat, tévedek. Hát ez itt már, ugye az eleje, amit mondtál, tehát az a Koránban, tehát a Koránban, ugye mi az Isten szavának tartjuk, ugye az van, hogy Ábrahám nem volt zsidó, sem keresztény, hanem ő halif volt. Ugye a halif az egyisten hívő, aki az egyistennek veti alá magát. Tehát ezt a Korán, tehát ezzel az iszlám abszolút egyetért, amit mondtál. Ugye a második része a számüzetés, hát azt nem egy számüzetésnek tartjuk, hanem az Isten parancsot adott Ábrahámnak, hogy vigye ki a feleségét Hágár pusztába. És akkor ugye Hágár megkérdezte, hogy az Isten parancsa ez? És Ábrahám azt mondta, hogy igen. Akkor azt mondta a Hágár, hogy akkor tegyél úgy, ahogy a parancsot megkaptad. Tehát, hogy ez nem egy számüzetés, hanem ez egy próbatétel ugye Ábrahám részére, aki ugye meg a család részére, akik kiállták a próbát, mert ugye az iszlám hit szerint a proféták nem csinálnak dolgokat a saját fejük szerint. Tehát ők isteni sugallat alatt állnak, ugye isteni útmutatás szerint cselekszenek, és mert hát ugye az egész életük ugye példa az emberiség számára, és hogy ezt tehát ez egy nem lehet mondani, egy jó kezdet, rossz kezdet, tehát Ábrahám egy nagyon-nagyon ugye megtisztelt ember volt, és egy olyan családnak a feje, hogy proféták generációi jöttek utána, mert ugye a fiai proféták voltak, az unokája proféta volt, a dédunokája proféta volt, tehát hogy egy nagyon különleges ember, aki tényleg az Istenhez közel álló, és hogy az iszlámban úgy is hívják Ábrahámot, hogy Khalil ar-Rahman, hogy a könyörületesnek a barátja. Tehát, hogy ő nagyon, tehát az Istenhez egy nagyon-nagyon közeli ember, aki ugye példa mindenki számára. Köszi. Baki, szeretnél ezzel valamit hozzátenni? Hát annyiban érdekes a kereszténység, hogy az arabok és a zsidók közé bejöttek a kutyák, vagyis a pogányok. Igen, ettől lett a dolog izgalmas szerintem, hogy már nem is számít a származás. Én az a kutya vagyok, aki a gazda asztaláról eszik, hogy biblikus szöveget idézek. Jó. Akkor még elmondanám, hogy ezt összegyűjtöttem, hogy mennyi azonosság van ezek között a vallások között. De hát ugye mindhárom monoteista vallás. Gábriel arkangyal például egyik, több ilyen központi figura van, ami közös. Gábriel arkangyal egy ilyen például, de Mózes is, vagy Jézus is. Közös bennük az, hogy Isten egyfajta ilyen szövetséget köt az emberekkel, a profétákon keresztül angyalokon kommunikál az emberekkel. Közös a például a végítéletben való hit, a zarándoklat például, ugye Mekka, Jeruzsálem, a keresztényeknél Róma, vagy Santiago de Compostela például. Szóval ezzel is csak azt akartam, hogy ez igazából, hogy tényleg mennyi közös van egyébként ezekben a vallásokban még. Én a hangsúlyra, te figyelj, az, hogy ugyanazt az Istent imádjuk, ez a dolog lényege. A vallási különbözőségek azok akcidentálisak. Direkt beszélek így, hogy tetszem másoknak is. De ez, azt gondolom, hogy ha nem tehát és ez nem csak vallást jelent. Tehát azért a vallás bizonyos értelemben egy szekularizációs folyamatnak tekintem. Mondjuk azt, hogy az közös mindhármunkban, hogy azt gondoljuk, hogy ő az Isten. Jó, még én ide sorolom magamat is negyediknek, mert én mondjuk azt elfejtettem az elején mondani, de én egyébként református vagyok. Igen, testvérem, igen, test. Bocsánat. Igen.
A karácsonyra egy kicsit most rákapcsolódva kérdezném, hogy, vagy mondanám, hogy egyszer egy nagyon kedves zsidó származású ismerősöm mondta nekem, kissé ilyen szomorúan karácsony közelettével, hogy olyan jó nektek keresztényeknek, hogy van egy ilyen szép ünnepetek, mint a karácsony. Én értem két muzulmán országban is, Izraelben sajnos nem értem, de mindenhol szabadon tudtam ünnepelni a karácsonyt. Hogyan ünneplik a karácsonyt, vagy mi történik a karácsonyi időszakban ezekben a kultúrákban, ezekben a vallásokban, milyen ünnepek vannak, mi van ezekben az országokban? Nálunk Izraelben, bár én itt Kispesten ülök, szóval, hogy elég messze Izraeltől, de Izraelben természetesen van egy nagy keresztény kisebbség, bármilyen furcsa is ezt mondani, és ezek azokon a településeken, ahol ez számít, ott ezt komolyan meg is ünneplik, legyen ez Jeruzsálem, Shem, nem is tudom, Betlehem gondolom, tehát hogy vannak karácsonyfák, nincs evel tudomásom szerint. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyszámú orosz bevándorlással, orosz plusz kelet-európai, azért a kelet-európai zsidóknak a karácsony az beépült a vérkeringésükbe, és nekem is volt gyerekkoromban, csak talán vörös csillag volt a fatetén, ha jól emlékszem, és partizándalokat kellett énekelni, amíg a nagyszülők komolyan vették ezt a dolgot valamennyire. De ettől függetlenül volt karácsonyfa, és volt fadíszítés, és volt mindenféle, ami ezzel jár, és a Hanukát nem tartottuk. Tehát, hogy ez van Izraelben, Magyarországon is, bár én azt látom, hogy így az utánam következő generáció, tehát a 20 évesek, ők már, nem is tudom, érzékenyebbek erre, és sokszor nem állítanak karácsonyfát, hanem tradicionálisan nagyjából ebben az időszakban van Hanuka is, ugye, ez nem ugyanaz a naptár, tehát nem mindig ugyanarra azokra a napokra esik, de Hanukát azt ünneplik, és lehet azt mondani, hogy egy nagy este helyett van 7 vagy akár 8 kicsi este is, amikor lehet gyertyát gyűjteni, meg ajándékot adni. Nincs, így még egyszer mondom, innen nézve nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit kisebb a feszülés Hanukakor, tehát egy nem akkora nagy ünnep, hogy egy estén kell megmutatni, hogy az étel is jól sikerül, a begli sem reped föl, a család sem veszik össze, és tehát ugye el van húzva 8 estére, valahogy kisebbnek tűnik a feszültség ezeken a napokon, mint egy-egy ilyen karácsony estén, amin részt vettem azért az életemben. Mm. Zoli, te hogyan, mit szoktál csinálni karácsonykor? Hát az iszlám szerint ugye a karácsony az nem karácsony, mert tehát a vallásilag az iszlámnak vannak külön ünnepei. Hát igazából két nagy ünnepe van az iszlámnak, és sok-sok nevezetes napja. Ugye a két nagy ünnep az a bőjt megtörés ünnepe, hogy ez mindig Ramadan hónap után. Van ez egy háromnapos ünnep, illetve van a zarándoklati ünnep, ami ugye a mekkai zarándoklat idejére esik. De mivel ugye az iszlám holnaptárat számít, tehát tökéletes holnaptárat, ahol a hónapok a holciklusok, és ez a holnaptár, ez a 10-11 nappal rövidebb a Gergely naptárnál, körbe megy. Tehát ezért az ünnepeink egy teljes kört megtesznek, 33,5 év alatt a naptárban. Ugye most a két nagy ünnepünk, a zarándoklati ünnep, illetve a bőtmegtörés ünnepe, az hát tavasz-nyár időszakára esett, ugye 2021-ben. A bőtmegtörés ünnepe május 13-án volt, a zarándoklati ünnep meg július 20-án, és az új év pedig augusztus 9-én kezdődött. De ugye volt olyan idő régebben, amikor itt a karácsony tájékára sűrűsödtek ezek az ünnepek, de hogy igazából egy muszlim ember nem ünnepel karácsony, tehát hasonlóan a zsidókhoz, akik mondjuk ugye a zsidó hagyományokat tartják, tehát ők sem állítanak karácsonyfát, mi sem állítunk karácsonyfát, de hogy ennek ugye egy csomó, hát a társadalmi együttélés szempontjából sok
pozitívban van, amikor sok, tehát sok különböző ember tud együtt élni, mert például ki mikor szeretne szabadságra menni, tehát nagyon jó be lehet osztani ezt a dolgot, mert a muszlimoknak ez nem probléma, hogy karácsonykor dolgozni kell, ünnepelni kell, busz kell vezetni, mert nekünk ez nem ünnep, és akkor így be lehet osztani a kollégákkal, hogy akkor te most mész ünnepelni, most akkor én dolgozok helyetted, és majd máskor, amikor nekem lesz ünnep, akkor meg majd cserélünk. Tehát, hogy ez így a gyakorlatban nagyon-nagyon jól tud működni, de hogy most nekünk így a karácsonyi szezon az így laza. Más vallásokban igen, de először hadd mondjam el, hogy hát azért a Fehér Európában a karácsony ünneplése az a botrány, és a katasztrófa lényegében a termékcsere forgalom és a profit csúszajáratásáról szól, semmi köze igazából Jézus születéséhez. Én próbálom elérni, hogy a saját családomon belül se legyen ilyen termékajándékozás, nagyon nehezen tudom elérni. Próbálom rávenni a testvéremet, hogy szentségimádást csináljunk. Inkább öngyilkosság, frusztráció, veszekedés. Tehát teljesen ellentétes karácsony szellemével az, amit gyakorlunk ilyenkor. A más vallás az érdekes, ugyanaz van, mint az iszlámnál, a Szerbiában ugye ortodox karácsony is van, az elcsúszik a római katolikustól, és ott is nagyon jó megoldás az, hogy ilyenkor bevállalják a munkahelyeket egymásnak a felek, és akkor zökkenőmentesebb az egész. Tehát igen, van előnye, de egyébként én jó, mindegy. Csak mondom, hogy az, hogy elmegyünk éjféli misére, nevetséges, felháborító. Egyszer betolja az arcát, ki beparfümözi magát, és figyeli, hogy kiül a padokba. Ilyenkor nagyon a hitetlenség szélére sodródom karácsonykor, igen. Majd erre még visszatérünk, jó? Erre a részére, hogy mi ma a karácsony. Viszont akartam még egy kicsit visszamenni a hit gyökereihez. Jézust az iszlám és a judaizmus is profétaként tiszteli. A kereszténységben ő a megváltó, azaz a messiás. Jézus a római birodalom egy távoli, de nagyon fontos szegletében született Palesztinában, Judeában, ugye Betlehemben, bár a történetek szerint lehet, valószínűleg inkább Názáretben születhetett, mint Betlehemben. Ebben az időszakban nem lehetett, vagy inkább ebben az időszakban sem lehetett könnyű zsidónak lenni. Folyamatos lázongások voltak az elnyomó hatalmak, korábban a görögök, majd a rómaiak ellen. Állandó ilyen polgárháborús helyzet volt akkor is. Nem csoda, hogy a messiás várás nagyon erősen jelen volt az első századi zsidók között. A messiás olyan felkentett segítőt jelent, görögül Krisztus, arabul Al-Masih. A zsidók a megváltót olyan személyként képzelték el, aki Dávid királyt követve felszabadítja a zsidókat az elnyomás alól, és egyesítené a zsidó törzseket. A leginkább egy nagy hadvezér, vagy egy vezető, de mindenképpen egy ember, és nem egy isteni lény felel meg ennek a képnek. Pár évszázaddal korábban, és később is voltak olyan zsidók, akiket messiásként tiszteltek, ilyen például Illés próféta, vagy később Simon Bárkóba, de mind elbuktak. Ezért sem követte az első században az élő zsidók többsége Jézust, hiszen a messiás nem halhat meg keresztre feszítve, hanem vezetni kell népét, mert ugye ő a zsidók királya. Hogyan jelenik meg Jézus az iszlámban és a judaizmusban? Fontos személye, és milyen szerepet tulajdonítanak neki? Hűha, megpróbálok, én gyorsan fogok tudni erre válaszolni, mert a tudásom kevés sajnos, és biztos kellene egy teológus, vagy legalább egy rabbi, de amennyire én tudom, a Jesu név az egy gyakori név volt, bibliai név akkoriban, tehát lehet a Talmudban találni figurákat, akiknek ez a neve. A kérdés, hogy vajon az a Jézus van-e megemlítve, aki ma Jézusként tekintünk vissza.
Mindenféle, azt hiszem, hogy az összes megemlítésben ő abszolút zsidóként van ábrázolva, tehát nem egyfajta új vallás indítójaként, vagy egyfajta, még csak talán messiás vagy profétaként sem, hanem inkább egy reform, ma azt mondanak, hogy reform zsidóként, aki azt mondta, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a zsinagóga előtt nem piacoznánk, hanem arra használnánk, amire van, emlékeznénk, beszélgetnénk, mi lenne, hogyha kicsit megkönnyítenénk testvéreink befogadását, de nem, bármennyire is furcsa, nem jelentős, nem számottevő, és még csak nem is annyira izgalmas alak a zsidó vallásban Jézus, mint akár Ábrahám, akár Bar Kokhba, vagy Ézsaiás. Tehát, hogy így nem szentel neki túl nagy figyelmet a későbbi izraelita irodalom, se a vallásos, se a nem vallásos. Attól függetlenül, hogy a 21. században van Magyarországon is van most olyan mozgalom, hogy Jews for Jesus, tehát olyanok, akik származásilag zsidók, és zsidóknak is vallják magukat, és Jézus hívők, de ők sokkal inkább ugye az új szövetséget tekintik, gondolom én, nem tudom, a vallások alapjának. Nem merül föl egy zsidónak a mindennapi életében, de még ilyenkor sem, nem tudom, Jézus még annyira sem, mint az összes többi fontos alak a zsidó történelemben. Aha, értem. Zoli, az iszlámban hogy van ez? Az iszlámban nagyon fontos szerepe van Jézusnak. Ugye ezt említetted is, hogy el-Meszih, ugye a felkent. Tehát, hogy az iszlám nem tartja megváltónak, mert az iszlámban nincs eredendő bűn, amit ugye meg kéne váltani. Tehát ő a felkent, aki egy proféta, a proféták hosszú sorában, egy olyan proféta, aki hozott egy szent könyvet, egy kinyilatkoztatott könyvet, ugye az evangéliumot, ami ugye rajta keresztül nyilatkoztatott ki. Jézus nagyon sokszor előfordul a Koránban, ugye Mária története is megjelenik, ugye Szúrat Máriám egy teljes fejezet, ugye Mária történetéről szól. És ugye a Koránban az van, hogy eljött Jézus Mária fia Beni Iszraílhoz, tehát itt ez nagyon fontos, hogy az iszlám szerint ő Beni Iszraílhoz jött, hogy Izrael eltévedt bárányait összeszedje, és eljött, hogy megerősítse azt, ami az emberek kezében van a Tórából, és hirdesse nekik az evangéliumot. Tehát nem eltörölni jött, hanem megerősíteni jött, ugye feleleveníteni a hitet, és öröm hirdetni az embereknek. Ugye az iszlám szerint Jézusnak a születése csodálatos, mert ugye apa nélkül született, ugye csak egy édesanyától, de hogy erre az iszlám azt mondja, hogy Jézus születése nem más, mint Ádámnak a teremtése, hiszen Ádámnak ugye se édesapja, se édesanyja nem volt, Isten teremtette őt agyagból, a föld porából, lehetőle lelket, majd aztán Ádámból megteremtette Évát, és ugye kettejükből származik az emberiség, és Jézus teremtette egy asszonyból, ugye Máriából, és hogy ezzel az Isten megmutatja, hogy mindenre képes. Semmiből teremt egy, vagy porból teremt egy férfit, a férfiból teremt egy nőt, a nőből teremt egy férfit. Tehát, hogy Jézusnak a születése csodálatos, de az iszlám emiatt semmiféle istenit nem tulajdonít neki. Tehát a Koránban azt olvashatjuk, hogy járt a piacokon, és ételt evett. Mert hogyha ugye aki az iszlám szerint, aki mondjuk Isten lenne, annak nincs szüksége, hogy a piacra menjen vásárolni, és nincs szüksége arra, hogy ételt egyen. Tehát itt az iszlám abszolút húsvér embernek tartja. Ugye aki mégis követte a hagyományokat, mert a zsinagógában imádkozott, és a Tórát olvasta, meg tanította a Tórát. Tehát hogy azért tehát Beni Iszraélhoz nagyon kötődik, hát ő is Beni Iszraélből származott. Ugye szövetkeztek ellene az ellenségei, hogy elveszejtsék őt. Az iszlám szerint nem öletett meg, hanem az Isten felemelte Jézust. Tehát Jézus nem halt meg, tehát nem támadt föl, hanem föl lett emelve, és valahol ő van, és az ítéletnap eljövetelének az egyik nagy jele lesz, hogy Jézus béke legyen vele, visszatér. Tehát ez lesz a második eljövetel, amikor valóban vezetőként fog visszatérni,
és tehát itt lesz a Földön valamennyi ideig, és vezetni fogja az emberiséget. És a muszlimok, ugye akkor mi arra készülünk, hogyha életbe leszünk akkor, amikor Jézus visszajön, mi úgy készülünk, hogy akkor vele leszünk, ugye mellette leszünk, őt fogjuk támogatni. És hogyha ezt így kicsit így tágítjuk a gondolatot, a három nagy vallás között Jézus a kulcs, ugye az eltérésnek a kulcsa, mert ugye mindenki hisz róla valamit, de amikor visszajön, ugye ő maga lesz a bizonyíték ugye mindenkivel szemben. Az iszlám azt mondja, hogy az lesz a vallás, amit Jézus csinál. Tehát ő megmutatja, hogy mi a vallás, és akkor az, tehát ilyen szempontból határértékben valóban Jézus az, hogy a keresztények mondják, mert Jézus fogja megmutatni, hogy mi a vallás. Tehát, hogy mi arra készülünk, hogyha élünk, akkor Jézus támogatni fogjuk. Tehát, hogy Jézus egy nagyon központi figura az iszlámban, ugye szeretjük, ha visszajön, vele leszünk. Csak ugye az ember azért nem mondja, hogy várjuk a második eljövetelt, mert előtte eljön majd a hamis messiási, az antikrisztus, ami meg egy nagyon nagy próbatétel, nagyon nehéz időszak lesz, tehát az ember ezt azért nem várja, mert túl kell esni a próbatételen, és sokan fognak elvérezni ezen a próbatételen, tehát sokan hitetlenségbe fordulnak, mert az antikrisztust fogják tisztelni és követni. Tehát ezért nem mondom, hogy várjuk Jézus, de hogyha életbe leszünk, amikor jön, akkor vele leszünk. Ez nagyon érdekes, én ezt erről nem is hallottam még. Ami a zsidóknak botrány és a görögöknek bolondság, az pont az, hogy az Isten emberré lett. Tehát annyira kiürésítette magát, hogy fölvette a teremtettség állapotát. Tehát én a zsidó vallás szempontjából, meg a muszlim vallás szempontjából is értem, hogy ez botrányos, tényleg. Tehát itt van egy olyan fordulópont, amin szerintem a vallások között különbség van, de a keresztények tényleg azt gondolják, hogy miattunk, emberek miatt olyan lett, mint mi. Aki nem olyan, mint mi. Ennyi. Az emberek ősidők óta isteni eredetűnek tartják a napot és a csillagokat, mint az élet főforrását és az életünket befolyásoló égitesteket. Jézus születése a téli napforduló utáni harmadik napra, december 25-ére esik, amikor a nap pályája újra emelkedni kezd az északi félgömbön a horizont felett, és a napok újra hosszabbodnak, a fény legyőzi a sötétséget. Akik a történelmi Jézus karakterét keresik, vagy próbálják megismerni, sokszor találkozhatnak azzal az összehasonlítással, hogy Jézus előképe létezett más kultúrákban, ismert tulajdonképpen, például az egyiptomiaknál Hórushoz szokták hasonlítani, de előfordult Krishna, Dionysos, Mitrász más kultúrákban, akiknek az életében és születésük körülményeikben nagyon sok hasonlóság van. Mit gondoltok, hogy ezekben a judaizmusban és az iszlámban előfordul-e, vagy van-e hasonló személy Jézushoz, akik ebben a vallásokban eredeztethetőek? Tehát ilyen megváltó ilyesmi. A zsidóknál rengetegen vannak. Az a kérdés, hogy milyen szempontból, tehát hogy egy picit elnézést, félig gondolom komolyan, de félig komolyan gondolom, hogy minden zsidó azt gondolja magáról, hogy ő küldetéssel érkezett ide, csak most éppen még nem találja, hogy mi az a küldetés. Többé-kevésbé talán mint amilyen küldetés tudattal Jézus rótta az utakat. De komolyabbra véve rengeteg próféta és álpróféta van a zsidó vallásba, akik olyan is van, aki Jézushoz hasonlóan eltávozik a földről és visszajön, tehát hogy ez sem idegen, de egyikőjük sem hát pestiesen szólva borította ki a kortársait annyira, mint Jézus. Tehát egyik sem akarta annyira megreformálni az akkori elfogadott, vagy a zsidók által, a zsidó vezetők és a zsidó politikusok által életben tartott szokásrendet, mint Jézus, ezért ők
szépen beépültek, vagy teljesen beépültek a hagyományokba, és ma is ünnepeljük őket az ünnepeken. Abból a szempontból, ugye a zsidóknál Jézus nem a felkent, se nem a megváltó, hiszen a zsidók a mai napig várják a messiás eljövetelét, úgyhogy még egyszer mondom, hozzá hasonlóan, még akár azt is mondhatom, hogy a zsidó hagyományban vannak olyanok, akik még egyszer a zsidó szemszögből sikeresebbek a saját életútjukban, mert többet értek el annál, mint hogy kivégezték őket a rómaiak, de lehet, de ez a mai napig azt gondolom, tehát hogy, ez, hogy a történet nincs befejezve, de ez talán mindegyik vallásnál így van. Tehát hogy a mai napig ez egy nagyon izgalmas várakozás van vallásos zsidóknál. És egészen friss és új mozgalmak is vannak, akik úgy tekintenek a mozgalmuk megalapítójára, itt tudok abszolút kapcsolódni, vagy mondani olyat, akik a mai Magyarországon, ha körülnéznek és látják az Emichet, a Chabad mozgalmat, akkor ők a saját alapítójukra nagyon-nagyon-nagyon is hasonlóan tekintenek, mint ahogy egyfajta messiásként tekintenek a keresztények Jézusra, és ez bizony nagyon problematikus is a zsidóság körében, ezért az ő elfogadásuk. Uh-huh. Zoli, jól tettem fel ezt a kérdést? Van ennek értelme az utámra vonatkoztatva? Jól tetted föl, de nagyon sokat kérdeztél, tehát hogy látszólag egy kérdést teszel föl, de rengeteg kérdés van, és hogyha most itt tudnék egy órát beszélni róla, de ugye lényegében, tehát egy pár pontot kiemelve, tehát az, hogy vannak, akik összetévesztik a prófétákat, ez előfordul, hiszen ugye, ha megnézzük akár az Ószövetséget, vagy majd más iratokat, tehát általában egy próféta mindig előre vetíti, hogy majd jön egy másik próféta utána. Tehát, hogy az emberekben mindig volt egy várakozás, hogy na most kell jönni a prófétának. Ugye Jézusról is voltak proféciák, hogy el fog jönni, az emberek várták, előfordul, hogy összetévesztik másokkal. Ugye ezért van, hogy a prófétáknak adatnak csodák, tehát amivel ők bizonyítani tudják az ő küldetésük isteni eredetét. Tehát ezért kapnak a proféták csodát, amit sose saját maguknak tulajdonítanak, de mindig azt mondják, hogy az én uram által, vagy az én teremtőm által, és hogy ezek a csodák által mindig hely és kor specifikusak, ugye arra a helyre, arra a korra, arra a csoportra jellemzően, hogy az a csoport meggyőződhessen róla, hogy ez egy isteni eredetű küldetés. Tehát ezért előfordul, hogy összetévesztenek tehát más embereket, a prófétákat. Ugye az iszlám itt nagyon sok prófétában hisz, ugye Ádámot tartjuk az első prófétának, Mohamedet tartjuk az utolsó prófétának, és köztünk rengeteg próféta van. Ugye egyszer meg is kérdezték Mohamed prófétát, hogy hány próféta küldetett el az emberiséghez, ő azt válaszolta, hogy 124 ezer. Ugye ebből csak 25-öt ismerünk név szerint a Koránból, de ugye Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus, Izsák, tehát sokan, tehát akik megjelennek az Ószövetségben, benne vannak, de ugye sok prófétának nem ismerjük a nevét. Ugye a kérdező, de hiszünk benne, hogy voltak próféták. Ugye a kérdező nem elégedett meg a válaszsal, mert azt is megkérdezte, hogy hány szent könyv küldetett le az emberiséghez. A proféta azt válaszolta, hogy 315. Ugye ebből 5-öt ismerünk név szerint a Koránból, de hiszünk benne, hogy voltak szent könyvek, ugye útmutatásként az emberiség számára, mert az emberiségnek van küldetése, ugye mi abban hiszünk, hogy helytartónak rendeltettünk a Földre, és az, hogy mit kell csinálnunk, ugye a tulajdonos, az Úr, a Teremtő, mondja meg, hogy hogyan kellene élnünk, hogy sikeresek legyünk, és a küldetésünket teljesíteni tudjuk. De ugye visszatérve Jézushoz konkrétan, az iszlámban nincs még egy ilyen ember, mint Jézus, mert ugye ő az egyetlen, aki nem halt meg, ugye fölemeltetett, és el fog jönni még egyszer a Földre, és akkor itt még el fog tölteni valamennyi időt. Tehát, hogy ez még senkivel sem történt meg, és nem is fog mással megtörténni, tehát Jézus különleges helyzetben van, mert hogy neki még lesz itt szerepe. Most az, hogy más emberek megjelenhetnek, akik mondjuk tesznek látszólag csodákat.
hogy erre az iszlámnak a korai hittudósai azt mondták, hogy ha láttok egy olyan embert, aki repül, vagy jár a vizen, akkor nézzétek meg, hogy mit mond, és nézzétek meg, hogy mi van a Koránban. Mert hogyha mondjuk az ember ugyanazt mondja, ami a kinyilatkoztatásban van, akkor az ember kapott egy csodát az Istentől, ugye a saját megigazulása okán, de hogy ezzel ő semmilyen hatalommal nem bír, tehát se jót tenni az embereknek, se ártani nem tud. Tehát előfordulhat, hogy valakivel történnek ilyen csodás dolgok, de hogy ez csak egy csoda, amit az Isten ad neki megerősítésként, de hogy ettől ő nem válik hatalommá, nem válik tekintélyé, és azért mindig a vallással kell lemérni az ilyen embert. Tehát előfordulhatnak ilyen emberek, hogy járkálnak a vizen, vagy repülnek, de hogy ettől ez még ugye nem lesznek se proféták, se angyalok, se semmilyen hatalommal bíró emberek, mert ugye ezt elvileg a rossz oldallal, cimborába is lehet ilyen képességekre szerteni, tehát ezért mindig a valláshoz kell viszonyítani. De Jézus egy egészen különleges személy az iszlámban, tehát mondta, ahogy az előbb is mondtam, hogy ő neki még itt lesz szerepe az ítélet nap eljövetre előtt. Köszi. Baki, mi a megváltás? Miért? Karácsonynak azért van jelentőség, én mindig a keresztény felfogást fogom persze nyomni, hogy ugye született olyan, mint egy ember született, meg is halt, mint egy ember. A barba trükk az, hogy föltámadott. Ugye ez a húsvét. Ez azért tulajdonítunk a karácsonykor ennek nagy jelentőséget, mert Pál apostol szerint, meg mások szerint ebben a pillanatban győzettetett le a halál, a teremtettség, mert azért lássuk be, hogy van valami perverz elképzelés abban, hogy erre a világra születünk, majd meghalunk. Tehát az, hogy nem vagyok halhatatlan, az felháborító. Valahogy itt billen vissza a halhatatlanságunk iránti vágy és igény, másrésztről meg a bűn, ahogy megtörettetett. Tehát, hogy a keresztény felfogásban, ami nincs az iszlámban, az eredendő bűnnek a láncolata az olyan pokolivá teszi ezt a földet, hogy mondjuk ki, hogyha az Isten ilyet teremtett, hát akkor őrült. De nem, mert megtörténik az új szövetség, megtörténik a föltámadás, a csoda, tehát a karácsonykor lényegében a gonosz erők, az istentelenek letérdelhetnek, mert vesztettek. Tehát ennek az ünnepe valahogy karácsonyhoz kötődik, ami mondom aktuálisan azért inkább a feltámadásban ünnepeljük. De itt van a gyökere. Megtörettetett ez, amit egyébként filozófiailag hát alig lehet védeni. Tehát ez azért jó, jogos. Jó, mennyi. Jó. És így általánosabban kérdeznék egyet a vallásokkal kapcsolatban, hogy úgy tűnik, hogy a legtöbb embernek szüksége van a hitre, ami egyfajta ilyen segítséget kínál talán arra, hogy az egyén válaszokat találjon bizonyos kérdésekre az életét illetően. Talán így a korai az emberek életében fontos volt az is, hogy ezeknek a vallási tanításoknak az ilyen konkrét gyakorlati szerepe az életben, tehát hogy mit tegyünk, mikor együnk, akkor hogyan osztjuk be a napjainkat, stb. De úgy filozófiai értelemben mik ezek a legfontosabb kérdések szerintetek, amikre mindenki választ keres és megtalálja ezt ezekben a vallásokban? Mert a válaszok azok hasonlóak szerintem nagyjából. A kérdések meg azok szerintem gondolom, mivel emberek vagyunk, egyformák vagyunk, mindjainkban nagyjából ugyanaz. Én nem tudom, hogy jól értelmezem a kérdésedet, de vagyok egy válaszot, nem megmondom, hogy arra válaszoltam-e. És egyébként a Baki elmondta, tehát a felháborító tény annak, hogy itt vagyunk és meghalunk, ráadásul tudunk erről, hiszen az összes élőlény itt van és meghal, de
Most mi azt gondoljuk, hogy erről egyébként csak az ember tud. Tehát, hogy ott van az, hogy eljön egy pillanat, ami után nem létezünk, az mint egy nyitott seb, attól a perctől kezdve, hogy átéljük, vagy megértjük a múlandóságnak a koncepcióját, ott van az életünk végéig, nem heged be, nem múlik el, nem gyógyul meg. És ezekre akkor meg mi értelme van, ugye, hogy itt vagyunk? És ezekre egyfajta választ adhat, azt hiszem, hogy a hit, vagy egyfajta, hát zsidóként azt kell mondanom igazából, hogy egyfajta válasz keresés, és itt a keresés az a lényeg, és nem a válasz, mert nem annyira hiszünk a válaszokban, mint inkább a kérdésekben, legalábbis a zsidóságban. És bocsánat, hogyha ez szentségtörés, de akkor hagy hozzam be itt a színházat is, ami az én foglalkozásom. Tehát azt gondolom, hogy az is egyfajta, nem tudom, hit, talán lehet itt mondani, és az is egyfajta ilyen sebhintőporként szolgál erre az égető, borzalmas sebesülésre, már hogy egyszer csak meg fogunk halni, és abban a másfél órában, amikor, vagy két órában, vagy akármennyi időben, amíg nézünk egy előadást, az ebből az isteni pozícióból, amiben a néző belehelyezkedik, az tud így hatni, és utána még tudok is ebben foglalkozni, és sokszor az imának is nagyon hasonló ereje lehet, gondolom én. Másrészt a zsidóságnál nagyon kevésszer kérik azt, hogy higgyél akár a jó Istenben, akár valamiben, inkább nagyon praktikus, ahogy te mondtad, feladatokat kapsz, hogy mit csinálj és mit ne csinálj, amik kitöltik a teljes napodat, nem igazán marad neked időd arra, hogy a hiten gondolkozz. Ha mégis marad időd, akkor inkább tanulj. Tanulj, hogy aztán okosan tudjál válaszolni a kérdésekre, amik meg a mindennapok része. Nagyon jó. Mik az iszlámban a nagy, egy iszlám hívőnek a nagy kérdések, és milyen válaszokat talál erre? Hát igazából itt az emberiségnek van a kérdése, hogy tehát szerintem minden ember fölteszi, hogy ki vagyok én, ugye hogy jöttem erre a világra, mit kell itt csinálnom, és hova fogok menni innen. Ugye ezek a kérdések, amire az emberek választ keresnek, és ugye a vallások ugye ehhez adnak támpontot, útmutatást. Tehát, hogy igazából tehát ezek a kérdések. Ugye erre a vallás, a kinyilatkoztatás adja meg a választ, mert az iszlám azt mondja, hogy ez olyan szféra, ahol a tudományos kutatás nem tud behatolni. Tehát valami információ kell, ugye ez a prófétákon keresztül jön olyan szférából, ahol senki nem tud behatolni. De ugyanakkor ugye a halál az egy nagyon fontos dolog, mert az iszlám azt mondja, hogy tudjuk, hogy be fog következni, tehát fel kell készülni rá, mert hiszen ahogy egy utazásra fölkészülünk, és ha valaki nem készül föl, és készületlenül éri az utazás, akkor azt fogják mondani, hogy ez egy bolond ember, hát tudta, hogy utazni fog, és mégsem készül semmit, tehát a halálra is föl kell készülni. Az iszlám itt azt mondja, hogy azzal készülünk föl, hogy előre küldünk magunknak jó cselekedeteket, ugye a következő életünk számára, mert itt nagyon fontos az iszlám nézőpontja szerint, hogy a halál nem megsemmisülés, mint hogy a születés is, tehát egyfajta kezdet, de az élet nem a születéssel kezdődik, hogy van a magzati élet, az anyaméhen belül, a születés egy kapu, amin egy irányba átmennek az emberek, ugye visszafele nem lehet menni, az evilági élet is az életnek egy szakasza, ahol a halál egy kapu, ahol egy irányba mindenki átmegy rajta, csak az Isten speciális akaratával, ugye csodával lehet visszajönni, de egyébként ez nem működik. Akkor utána az iszlám szerint jön a köztes lét, a sírvilág, ahol az emberek várakoznak a feltámadás napjára, ahol majd a feltámadás lesz egy kapu, ahol mindenki ugye áthalad, és utána az örökké tartó jutalmazás a paradicsomban, illetve az örökké tartó büntetés a pokolban fog következni. Tehát ezeken a kapukon átmegy az ember, de az élete nem ér véget, az élet szakasza ér véget, tehát a halál nem elmúlás, hanem egyfajta új kezdet is. Tehát ezért a hívő ember, legalábbis a iszlám tanítása szerint, a halál az nem katasztrófa, ez az élet része. Az a katasztrófa, hogyha valaki bűnösként, istentagadóként, megáltalkodottként
Tehát így hal el ezen a kapun, az katasztrófa. Az, hogy az ember meghal, az az életnek a része, tehát ez egy természetes dolog. Tehát az iszlám azt mondja, hogy nem félni kell, hanem készülni kell rá. Ugye, hogyan készülök rá? Jó cselekedetekkel, hittel és jó cselekedetekkel, mert itt a Koránt is, ha nézzük, a hit és a cselekedet az mindig együtt van, hogy akik hisznek és jó tetteket cselekszenek, mert ugye a hit a kimondott szó, amit a cselekedet vagy igazol, vagy megcáfol. Tehát ezért nagyon, ez a kettő elválaszthatatlan egymástól, mert ezért az iszlám ezt hangsúlyozza, hogy készüljünk föl a következő életünkre jó cselekedetekkel, mert mesztelenül jöttünk, mesztelenül megyünk, csak az lesz velünk, amit mi tettünk. Tehát ha jót tettünk, akkor jó lesz velünk, hogyha rosszat, akkor bajba leszünk a feltámadás napján. Köszi. Baki? Én azért kicsit külön venném a vallást és a hitet. Egyrészt azért, mert a vallás szívesen köt szövetséget a politikával, most mindegy, hogy ez jó vagy rossz, inkább rossz, de most nem minősíteni akarom, de. Tehát a semmilyen Zsoltot én vallásos embernek tartom. Nem hite. A hit kérdése az azért érdekes, hogy a 101. Zsoltár az zsidó testvéremre utaljak, hogy bár szörnyű a történelem, ami zajlik, nyomorúság, öldöklés, halál, szenvedés, de, és ott van a 101. Zsoltárban, hogy beszél valakiről, aki beleiszik a forrásba, majd fölemeli a fejét. A szemszög és a perspektíva vonatkozásában fontosnak tartom a hitet. Úgy is mondanám, hogy akkor igaza van a gyilkosnak, vagy Albert Camus-nek, amikor meghúzza a revolvert, vagy megöli a másik társát, hogyha nem lehetséges ebből a ragadványból, ebből a materiális ragadványból valahogy megszöknünk. Képzeleti, mindegy, hogy ezt a fejedbe vagy a szívedbe érzed ezt a képzeletet, de az, hogy teremtettségünk ellenére képesek vagyunk az alkotásra, pont a színház példának is, az mutatja, hogy azért olyanok vagyunk, mint Isten. És a hit ebbe egy kicsit segít talán, hogy ne csak a nyomorúságos Tibi legyek, hanem a fenséges Bakács, hogy ilyen viccesen fogalmazzam meg, amiben benne van Isten is. Persze a nagyobb a különbség, mint a hasonlóság, de az, hogy a hit a hasonlóságra lehetőséget, az fontosnak tartom. Még egy megjegyzést, ha megengedtek. Tehát itt utalnék arra, hogy azért az iszlám itt azt mondja, hogy hite mindenkinek van. És hogyha valaki nem az Istenben hisz, akkor valami másban hisz. Tehát, hogy mindenki hisz valamiben. Van, aki a kocsijában, van, aki a versenylovában, tehát valamiben hisz. És hogy azt, tehát Isten azért tudja az útjára, a hitét, a bizalmát a teremtőbe helyezze. A legvégső, legnagyobb hatalomba, és nem másban, nem ulandó dolgokban, akik aztán majd nem fognak segíteni rajta, mert nem tudnak, hiszen azok is csak teremtmények. Tehát a teremtőbe helyezzük a hitünket és a bizalmunkat. Aha. Egy percben én is mondok erre valamit, mert nagyon érdekes az is, amit a Baki mondott, meg az is, amit a Zoltán, hogy én nem tartom magam vallásos embernek, nem járok zsinagógába, tartok egy-két törvényt, de biztos, hogyha megkérdeznétek egy-két rabbit, akkor azt mondanak, hogy a Borgul az csak egy ilyen operett zsidó, ami a magyar zsidók nagy százalékára igaz. De közben vannak olyan ortodox barátaim, tehát akik ortodox zsinagógába járók, akik azt mondják, hogy azért, hogyha nekünk hiányzik egy férfi az imádsághoz, akkor inkább a Borgulát hívom fel, mert ő legalább elgondolkozik és komolyan mondja, és lehet, hogy nem vallásos, de hívő, csak nem tudja. És ez rendben van, tehát hogy majd idővel meg fogja tudni. És ahogy öregszem, vallásosabbá nem válok, de kezdem érteni azt hiszem, hogy mire gondolnak, és mi az, amikor inkább engem hívnak föl. Úgyhogy valóban a két dolog nem ugyanaz, és nem szabad összetéveszteni, mint ahogy sokszor tényleg a politikusaink összetévesztik. Zoltánnal beszélgettünk a műsor előtt, ahonnan én ismerem őt, az a bevándorló, a menekült kérdés,
se kapcsolatos dokumentumfilmben láttam őt először, egy francia dokumentumfilmben a YouTube-on megtalálható. És Baki, neked az egyik ilyen érdekes ilyen beszélgetésünk a karácsonyról, ott mondtad, hogy a karácsonyi történet tulajdonképpen arról is szól, hogy ugye a Mária és József elindulnak Názáretből Jeruzsálemben népszámlálás miatt, vagyis Betlehemben népszámlálás miatt, oda rendelik őket, és ugye éjszaka éri őket, vagy az éjszaka az úton éri őket, és ugye nem fogadja be őket senki. És amiről Zoltánnal beszéltünk, hogy őket például, mint muszlimokat, a magyarországi muszlimokat is nagyon negatívan érintette ez a menekült válság idején, 2015 és azóta is tulajdonképpen ez a kommunikáció. Ugye a karácsony tulajdonképpen ugye erről is szól, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a szeretet ünnepe, meg hogy ja, próbálná ezt tovább fűzni, ezt a gondolatot, légy szíves, ezt a, hogy nem fogadták be őket, ugye? Hogy, én? Vagy ki? Te. Hát a történet örökös. Egyébként a Ferenc pápa mind a mai napig mondja, hogy amíg ebben a kérdésben nem változtatunk, nem változott semmi. Ugye itt az érdekes a hit és a vallás közti különbség, mert vallási politikai megoldás arra vonatkozólag, hogy mit csináljuk a migrációval, mint ezer tarka virág. De attól még az állítás, ami ott Jézus korában is volt, most is van, hogy a sötétség nem fogadja be. A szeretet befogadná, de a szeretetet fölülírja például a hagyomány, a mit tudom, a tömbösítés, a politikai... Tehát azt is mondhatnám, hogy mint a történelemben nem lenne semmiféle fejlődés. Tehát technológiai fejlődés van, de se az emberre vonatkozóan, se a morálra, se a hitre vonatkozóan nem látom, hogy valamiféle... Annak ellenére, hogy például a katolikusok azt mondják, hogy célirányos a történelem, tehát egyszer majd valahova ez el fog jutni, de jelen pillanatban arra gondolok, hogy most, amit a Ferenc pápa mondott, hogy a tengerek lettek a temetőink. Igen, egyébként... Még az is nagyon érdekes lehet, hogy a vakcina és ez a migrációs kérdés összefonódik, mert érted, mindenképp el kell pusztítani ezt a rengeteg szegény embert. Hát semmi nem marad a profitból, hogyha ezek elindulnak. 1975-ben a Római Klub jelentés már megjósolta a demográfiai robbanást. Ezzel szemben kemény magatartással el lehet érni, hogy 7 milliárdról visszamenjünk 4 milliárdra. Mindenképpen botrány a migráció, és mindenképpen választ kell adnod magadnak, hogy te hova sorolod magadat. A sütidet félted, a jó meleg kakaós sütidet, vagy pedig szembenézel egy muszlim testvéremmel, gondolj bele, hát a kakaós süti sokkal jobban néz ki, mint egy muszlim. Tehát súlyos a kérdés, és mindenki találkozik ezzel a kérdéssel, annyiban örülök Ferenc pápának, hogy ő nem lacafacázik ebbe a kérdésben. Zavarban voltam, mert nem tudtam pontosan, hogy hogy tegyen fel ezt a kérdést, de ugye, hogy ez úgy látszik, hogy ez most így a elkövetkezendő évtizedek lehet, de ennek az évtizednek is ez az egyik legnagyobb kihívása most már így világszerte. És hogy végülis a vallásoknak én elvárnám azt is, hogy választ adjanak erre a kérdésre, vagy erre a problémára, de amit látok, hogy a politika az nem igazán akar a vallásokra figyelni ebben a tekintetben például. Én azt tényleg a nagyon kevés tudásommal azt tudom csak mondani, hogy a vallásnak és a politikának tényleg nincs köze egymáshoz. Tehát, hogy minden,
ami rosszat látunk, az, az majdnem mind a politikától jön, és nem a vallási irányzatoktól. Tehát virágzó zsidó közösségek éltek akkor iszlám államokban, miközben Európában gázosították el a zsidókat. Tehát, hogy nem függ, és ezt most csak azt mondom, hogy tökéletesen jól együtt tudtak élni, és egyébként néha fordítva is volt így. Tehát, hogy fantasztikusan befogadó és virágzó zsidó élet volt Európában, miközben egyfajta radikálisabb más típusú iszlám vezetés volt a Közel-Keleten, és onnan már menekülni kellett a zsidóknak. Vagy a keresztes hadjáratok alatt, amikor európai fehér emberek vonultak, hogy felszabadítsák Jeruzsálemet, azért útközben még lerendeztek egy-két zsidó falut, akit láttak, ahol érték, ütötték és szúrták. De hogy ez is politika, tehát hogy értitek, nem arról volt szó, hogy szabadítsuk föl Jeruzsálemet, hanem mindenféle politikai játszmák voltak benne, és mi szerintem ráadásul itt Magyarországon feketeöves nem befogadók vagyunk. Tehát, hogy így kisebb közösségekben és nagyobb közösségekben is, talán úgy tűnik országszinten is. Tehát, hogy ha én nem tudom, a közszínházi struktúrában nőttem fel, akkor nehogy már ide jöjjön valaki, aki nem innen jött, mert az úgyse tudja jobban, de nem tudom, hogy így van-e az újságíróknál, a tévéseknél, a rádiósoknál, a pékeknél, az autóbusz sofőröknél, a taxisoknál. Hát ha én a taxisnak megpróbálom néha megmondani, hogy nem tudom, talán erre gyorsabb, akkor ki vagyok én, de persze van olyan is, aki rögtön megkérdezi. Szóval, hogy mi nagyon, nagyon erősek vagyunk ebben, és nekem fantasztikus élmény volt, amikor itt fölnőve Magyarországon a nem tudom, 70-es, 80-as, 90-es években aztán kimentem Izraelbe, és mivel az egy kicsi ország, és próbál úgy megerősödni, hogy befogad rengeteg zsidót, ezért nagyon befogadók voltak, remélem még most is azok, és egy nagyon fura élmény volt egy olyan egyetemen tanulni, ahol nem mindig azt hangzott el, hogy te milyen szar vagy, és semmit nem tudsz, hanem azt mondták, hogy ez fantasztikus. És még annyit tennék hozzá, hogyha esetleg ezt meg ezt elolvasnád, vagy ezt meg ezt megtanulnád, és akkor egy ilyen, hogy álltam, hogy de várjatok már, az szokott történni ilyenkor oda-haza, Magyarországon, hogy így leszúrnak, hogy de hülye vagy, ezt se tudod, tehát hogy nagyon fontos üzenete lenne annak, hogy befogadjunk embereket, és ha még lehet ennek a hosszú monológnak a végére tenni egy kis ilyen oktatást, akkor azt mondom, hogy nem kell befosni attól, hogy az identitásunk attól válságba került. Hát nézzenek már végig a zsidó történelmen, hány országban hányfajta zsidó közösség élt, és most nem azon múlt, hogy kik fogadták be, vagy hogy befogadták-e őket, hogy megőrizte ez az identitását. Nekünk nem kell attól félnünk itt Magyarországon, hogy az ideérkező idegenek majd nem tudom, a mi identitásunkat gyengíteni fogják, hogyha mi elég biztosak vagyunk magunkban. De sokszor fingunk nincs már, elnézést a francia kifejezésért, arról, hogy kik vagyunk, mit vagyunk, miket kellene tanulnunk, mik a hagyományaink, hanem egy ilyen pálinkás, matyóhímzéses ködben gondoljuk azt, hogy akkor ez a magyar. Miközben hát azért ennél sokkal több és sokkal mélyebb, és hogyha abban biztosak lennénk, akkor jöhetné ide bárki, a mi identitásunkat nem lehetne, vagy magyarságtudatunkat, vagy akár hitünkben megingatni minket, mert akkor legalább kicsit jobban tudnánk, hogy kik vagyunk. Igen, egyetverte. Zoli, mit tennél hozzá ehhez? Hát én így a vallási oldalról közelítenék a dologhoz, mert ha végignézzük a proféták történetét, azért a profétákra is jellemző volt a vándorlás. Ugye elvándoroltak, ugye Ábrahám elvándorolt, ugye Mózes vándorolt, József vándorolt, Mohamed proféta is vándorolt, tehát Jézus életében is megjelen a gyermek Jézus életében. Tehát a vándorlás az a profétáknak is a sajátja, meg az egész emberiségnek a sajátja, mert a magyarok se a Kárpát-medencébe lettek teremtő, hanem ide jöttek valamikor sokkal messzebbről. Tehát, hogy ez az emberiségnek ez egy természetes állapot, hogy az emberek vándorolnak. De ugye hadd hozzak megint egy vallási példát. Tehát, hogyha emlékszünk arra a története, József történetére, ugye ez a Koránban is majdnem ugyanúgy megjelenik. Ugye József Egyiptomba kerül, ugye bebörtönzik, aztán kiszabadul, tehát most a részleteket nem mondva, de hogy a királynak
a bizalmas emberre lesz, és ugye a kincstárnak a felügyelője, és megmenti az országot az éhínségtől. Úgyhogy még más népeknek is segítséget tud nyújtani, de ha így veszük, József ott egy bevándorló, aki oda került, de odahozza a családját, a testvéreit, apját, és megmentik az országot. Tehát, hogy azért, ha így nézzük, ez a bevándorlás, hogy az emberek mozgása nem feltétlenül a rossz, meg az elsüllyedés, hanem lehet a megmenekülés útja is. És ugye tudunk olyan országot, tehát például az Egyesült Államokat, aki abból lett nagy, hogy az emberek odamentek, tehát aktív, dolgozni akaró, cselekedni akaró emberek odamentek, és nagyját tették az országot. Tehát azért én ezt egyáltalán nem mondanám, hogy ez egy veszély. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ez egy realitás. Tehát itt történik a világban, tehát nem fogunk tudni visszamenni a 19. századi nemzetállamok ideájához, tehát amely akármennyire akarjuk, tehát ez egy realitás, itt van, globalizált a világ, migráció van, tehát egy olyan megoldást kell találnunk, ami valóban megoldás a problémára, tehát így praktikusan kell hozzáállni a dologhoz, hogy itt a helyzet meg kell oldani, és nem pedig azon gondolkodni, hogy milyen jó volt akkor, meg milyen jó lenne ha, mert nem fog a világ oda visszamenni. Tehát, hogy teljesen rossz lovon ülünk, tehát tényleg egy megoldást kellene keresni, és ez tényleg csak a realitás talaján őszintén egymás felé fordulva, konzultálva, beszélve, tárgyalva, csak így tudjuk megcsinálni, mert a realitás ugye más diktál, mint amit a hangoztatnak sokan a világban. Nagyon, nagyon egyetértek. Baki, záró szó? Záró szó? De hogy érted ez? Azért reménykedjünk Istenbe, vagy bízunk, higgyünk is, hát ennyit, figyelj, nagyon negatív az emberképem, a történelem felfogásom, a hely, ahol élek, amiről beszélünk, a hagyományok, de mindig arra szoktam gondolni, hogy Isten többet lát bennem, és nekem is többet kéne látnom abba a közösségbe, amiben élek. Tehát azért mondom, hogy jó lenne, ha például az egész migrációs kérdésre lehet, hogy van megoldás, de nem az, ami a mi szemszögünkből adódik. Nem a kerítés, nem a gyilkosság, nem tudom. Tényleg ez ilyen kétségbe esett, hogy hát kapaszkodjunk Istenbe, ennyi. Nagyon köszönöm Sulog Zoltánnak, Bakács Tibornak és Borgula Andrásnak, hogy megosztotta velünk a gondolatait karácsonyra és a hitről úgy általában. És sok sikert kívánok nekik a jövőben. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel, valamint ha módodban áll, támogass minket Patreonon is. Viszlát, sziasztok! Puszi!